A Felsővárosi Általános Iskola diákjai kézen fogták egymást és körbeülelték a Szent Sebestyén templomot. Ezzel kezdődött el a búcsú. Majd három évszázaddal ezelőtt, 1739-ben a felsővárosiak böjtöt tartottak, és körmeneteken kérték Szent Sebestyén közbenjárásával Istent, hogy szabadítsa meg őket a halálos pestis járványtól. Az imáik meghallgatásra találtak a város, szerencsésen megmenekült, lakói pedig hálából örök időkre szóló fogadalmat tettek, melynek része volt a felsővárosi templom építése is. Nagy hangsúlyt fektet arra az iskola, felsővárosi iskola, felsőváros egyetlen iskolájaként, hogy ezt a hagyományt, ezt a búcsújárást tulajdonképpen megélje. Fontos azt kihangsúlyozni a gyerekek lelkében mindazt, hogy ez a templom tulajdonképpen mit képvisel, és milyen összekötő kapocs a múltban, a múltból a jelenbe. Ez a nap első nap fontos pontjaként eljövünk, és a templomunkat megöleljük, mint egy sugalmazzuk a most élő idősebb generációnak, a több száz évvel ezelőtt fogadalmat tett elődeinknek azt, hogy ezt az ünnepet, ezt a hagyományt mi is megpróbáljuk megélni. A fogadalom emlékére minden esztendőben január 20-án Szent Misét tartanak Felsővárosban. A templomban Spányi Antal megyéspüspök a város papságával tartott Szent Misében emlékezett meg az elődök fogadalmáról. Tudták, hova kell fordulni. Az egyetlen fölsőbséghez, az Istenhez imádkoztak. Megtették azt a nagy fogadalmat 1739-ben, ők, akik szegények voltak, akiknek nehéz életkörülményeik voltak általában. Hogyha Isten megsegíti őket és megszabadulnak a járványtól, a ragálytól, templomot építenek. És az ünnepet megtartják idők végezetéig. Akármilyen nagy a szükség, ez a nap ünnep lesz. Nem a munkájé, hanem az ünnepé. Nem a kérési, hanem a hálaadásé lesz. Egy nap lesz, amelyben egymás iránti szeretetünket próbáljuk megélni. A fogadalom részeként építették meg 1739 és 1749 között a Szent Sebestyén kápolnát, amelyet nem kis részben a felsővárosiak adakozásának köszönhetően 1800-tól 1807-ig nagyobb templommá bővítettek. A mise végén hagyományosan meleg teával és fánkkal vendégelték meg a híveket.